Szerdán ismét gyermekzsivajtól volt hangos a Vizsgi Károly Múzeum épülete. Akkor tartották ugyanis az idei tanév utolsó gyermekprogramját, amelynek keretében a városi és a környékbeli tagvodákból érkező kicsiknek Szent György napi népszokásokat mutattak be a foglalkoztatók. Szent György nap április 24-e, ez a legelőnek, a fölszabadulásának az idejekor hajtják ki az állatokat a legelőre. Tehát tulajdonképpen a mai foglalkozásunknak a dramaturgiája az állatkihajtásról szól, de szó szerint a tavasz kezdő nap, tehát sok ilyen van, de a paraszti gazdaságokban ez az első nap a gazdálkodás évnek, erre emlékeznek a gyerekök. A hagyományokhoz híven ismét volt az ásványteremben kézműves foglalkozás, ahonnan hazavihették a saját készítésű ajándékokat a kicsik. Mivel a disznótorkon mindig állatot fabrikálnak, ezért a május 1-ével, a májusi madárakkal a sárkány eresztése, inkább mondom így, passzítottuk össze a mai alkalmat. Tehát ez a sárkány eresztés valamikor divatos volt a gyerekek között, most egy békegalambot eresztenek majd sárkányként a gyerekek fel a levegőben. A népi étkezés szokásai sem maradhattak el, így a Szent György napi program alkalmából hagyományos módon még kukoricát is pattogtattak a gyerekekkel, az emeleten pedig bábjátékkal készültek. Változik a világ, mert most rossz az idő, bent a közművelődési terömnek a parkettájára pattog szét a kukorica, régen pedig a tyúkudvarba csinálták nekünk, legalábbis öreganyámék, és onnan kellett ezt összeszednünk. Az emeleten ugyanúgy a bábjáték van, ahogy szokott lenni, és a dramatikus játék, és ahogy az előbb említettem, hogy a pásztor fogadáshoz kötődik a program, amikor még ruhába is beöltöznek, hogy nézett ki egy pásztor, hát bőgatyája, ott vászon bőgatyája, ez megjelenik, a kolom megjelenik eszközként ugye az állatok mellé, és ügyességi játékok vannak, hiszen a pásztorfogadás, ugye ez is megjelenik a dramatikus játékban, az mindig egy alkalmasságot is jelentett, tehát minden esztendőben újra választják a pásztorottak a gazdák, a községök, az uradalmak, amikor meg kell felelni különböző kihívásoknak, hát ezt próbálják most végig a gyerekek. Igaz, hogy ebben a nevelési évben ez volt az utolsó óvodás foglalkozás a múzeumban, de a tervek szerint több családi nap is lesz még az intézményben, sőt a söffelgyűjtemény is várja a kicsiket a különböző programjaikra.